Srácok, volt már olyan, hogy írtó lelkesen beszéltem volna nektek egy mainstream játék megjelenéséről? Ám bátor, most végre megjelent egy olyan játék, amiért dobog a szívem, úgy mondja, beat, mert hogy a Beat Saberről van szó. Szóval itt a csávó a háttérben azért kalimpál ilyen vadul, mert ezt a játékot játszai éppen, próbál túljutni valami szutyokpályán, nem tudom, biztos easy nyomja. Ha már itt tartunk, egyébként 4 nehézségi fokozat létezik ebbe. Kezdjük az elejéről. Ez egy Steam játék, mindösszesen 20 euróba kerül, csak VR-ban játszható, és gyakorlatilag arról van szó, hogy keresztezték a Fruit Ninja-t és a Guitar Hero-t. Úgy néz ki, mintha ezek szerelem gyereke belebújt volna a Darth Vadernek a köntösébe, és most hadonászna össze-vissza nem csak a piros, de a kék karddal is. Egy szó mint száz, ez egy ilyen ritmusjáték. Mindjárt felolvasom nektek, kifejlesztette. Hyperbolic Magnetism. Ez azért érdekes, mert mindösszesen ezt az egy játékot jegyzik a Steamen, én máshol sem nagyon találtam mást, nem igaz, hogy nem néztem nagyon utána. Mindenesetre egy elég új fejlesztő csapatnak tűnik. Beletrafáltak, én azt gondolom, beletrafáltak csúnyán a srácok. Igen, tulajdonképpen mindösszesen arról van szó. A mindösszesen szót hányszor használtam eddig a videóban? Hogy a megfelelő színű karddal a megfelelő színű kis kockákat kell eltalálni, ami nagyon egyszerűen hangzik így elsőre. Nem az, roppantul nem az, pláne egy ilyen hard vagy expert pályán, már az expertnek fogalmad nincsen, hogy mi történik, úgy kalimpálsz és valahogy jó lesz. Van ezen kívül egy olyan játékmód, ahol a kockákon ilyen kis nyilacskát látsz, ez azt jelzi, hogy merről kell eltalálni az adott kockát. Nagyon különbözik a két játékmód egyébként, nekem jobban tetszik, ahol nincsenek nyilacskák. Mindkét szín, mindkét oldalon megjelenik, és ugrálni kell, mint a hülye. Időnként vannak páros kockák, de azok is megcserélve. Milyen meglepő! Na, ha tehetetek, mindenképpen próbáljátok ki, mert iszonyat vagány játék, én teljesen bele vagyok szerelmesedve, a vállaim már leszakadnak, ráadásul jönnek ilyen zónák, amihez nem szabad hozzáérni, nem olyan zóna, mint a miénk, ehhez hozzá kell érni, hanem ilyen piros zónák, amitől így jól megsérülsz, és ott bizony googolgatni kell, úgyhogy van, hogy így fölle pattogsz, szerintem király, olyan izomlázam lesz holnap, hogy meg fog dögleni. Egyébként nagyon immerzív játék. Ha tudjátok, hogy mit jelent ez, én nem tudtam, de most már igen. Azt jelenti, hogy nagyon beleéled magad, tényleg ott vagy a placon, és iszonyat jó. Nagyon intuitív, tök könnyű elsajátítani, pofon egyszerű a menüje. Talán az egyetlen negatívum, amit fel tudok hozni, az az, hogy mindösszesen olyan 20 szám van rajta. Talán ez még annyi se. 15. Nem számoltam meg, de nem sok. Valószínűleg egyébként ez pikpak fel fog bővülni, mert iszonyat igény van rá. Az látszik, hogy Steamen az értékelések ilyen szuperlatívuszokba beszélnek róla, és kismillió letöltés van, úgyhogy ahhoz képest, hogy ez egy ilyen kis költségvetésű valami, lesöpört mindenkit a pályáról, úgyhogy gratula a fejlesztőknek, bár csak nekünk lett volna ilyen ötletünk. Hát búcsúzó, jó tanács, azért arra figyelj mindenképpen, hogy a lézerkardokkal meg ne vágd magad, bár tulajdonképpen, hogyha esetleg a lábadat amputálod vele, akkor lehetsz te is Darth Vader.